November 20-a van a Gyerekjogok Világnapja. Rendkívül sokrétű, izgalmas hely ez a mentőmúzeum, mindenki csak bátorítani tudok, aki ide eljön. Érdekes, hogy főleg a gyermekek a legkisebb részletekre is kitered a figyelmük, azt is igénylik, hogy elmondjuk, elmeséljük. Nagyon nyitottan és élvezetesen fogadják ezt a kis tárlatvezetést. Nekünk is ugyanakkor öröm, akár csak nekik egy ilyen programnak a lebonyolítása. Nagyon fontos a tanálom az, hogy a gyermek cselekedni is tudjon. Tehát ne csak passzív szemlélője legyen ennek a világnak, vagy észre az értéket, hanem tegyen is érte valamit. Történetesen, mint egy játszótéri baleset, vagy bármely más szituációban, ahol gyermek is tud tenni valamit, legyen bátor, merjen kezdeményezni. Nagyon jól éreztem magamat ezen a helyen, mert érdekes dolgokat tanultam meg nagyon izgalmas volt az, hogy egy emberen kellett segítenem, és hát nagyon jó, érdekes volt. Ki az, aki a beteget gyógyítja, gyógyszereket bead neki? Igen. Hölgyek dolgozhattak a mentőknél, mint orvos? Igen. Így van, hál' Istennek, igen. Nekem az volt a legnagyobb élmény, hogy én is ugye szerepelhettem a Norbival, vagy hát úgy szerepelhettem, hogy meggyógyíthattuk a Bencét. Én biztosan veszem azt, hogy sok gyermek akár itt kap kedvet, hogy mint egy katalizátorként a múzeum felerősíti bennük azt az érdeklődést, azt a világot, amire ők nyitottak. Biztos, hogy nagyon sokakat inspirál, sokaknak ad egy lökést, akik erre fogékonyak. Nagyon sok dolgot megtanultam ezen a helyen, és hát nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.